A felvi.hu tájékoztatása alapján augusztus 29-én teszik közzé a pótfelvételi ponthatárokat. Így ekkor dől el az is, hogy kikerül be az általa választott felsőoktatási intézménybe a pótfelvételi eljárás során. Székesfehérváron a Kodolányi János Egyetem és az Óbudai Egyetem Alba Régia Kara hirdetett pótfelvételit. Utóbbi helyen alap- és mesterképzésre is lehetett jelentkezni. Ha megvan az a pontszámuk, ami ugye a sima felvételi eljárásban volt, akkor rendben vannak a dokumentumaik, akkor számíthatnak arra, hogy megkapják az értesítést, hogy felvételt nyertek, és már részt vehetnek a beiratkozottak programján, ami a regisztrációs héten van. Ez szeptember 2-án kezdődő hét. Pogásnik Mónika továbbá a regisztrációs héten várható programokról is beszélt. Ekkor az új hallgatók megismerkedhetnek az egyetemmel és az egyetemi közösséggel. Különféle csapatépítő és ismerkedős programok mellett tájékoztató jellegű programok is vannak, sőt többek között ugye például szerda este meg a már tradicionális gólyatúra a város egyetemistáinak Székesfehérvár belvárosában. A beiratkozás az Óbudai Egyetemre szeptember 4-e és 8-a között lesz. Az első fél év szorgalmi időszaka szeptember 4-e és december 16-a közé esik. A vizsgákat december 18-a és február 3-a között tartják. A további fontos információ közt szerepel, hogy az úgydönsült egyetemi hallgatók középiskolai diák igazolványa már október 31-éig érvényes, érdemes legalább szeptember elején elindítani az új diák igazolvány igénylését.